Tisztelt barátaim, április 22 a Föld napja, Magyarországon 1990 óta tartjuk ezt, és hát ha már Föld napja, akkor mi sem természetesebb, mint a Föld egyik legszebb pontját. A budapesti 13. kerületi Szent István Parkban szeretnék néhány gondolattal hozzájárulni ehhez a naphoz. Az én baloldali szívem és a baloldali lelkem az egyaránt azt mondja, hogy az a tény, miszerint az emberiség már nagyjából szétverte ezt az egész golyóbist, ez azért elsősorban annak a vad, fékezetlen, zabalátlan kapitalizmusnak köszönhető, hát idézőjelben a köszönet, ami napjainkban uralja tulajdonképpen az egész földgolyót. Ha változtatni akarunk, akkor egy olyan modell felé kell elmozdulnunk, ami tulajdonképpen még soha nem volt, de remélem lesz. Ezt pedig úgy hívják, hogy szocializmus. Szocializmus az, amikor az ember és a természet békében el van egymás mellett, tisztelik egymást, nem bántják egymást, és mindenek a tetejébe azért mégis az embereknek jut fedél, van hol lakni, van mit enni, tisztességesen, rendesen, és normálisan lehet élni. Szerintem a földnapja alkalmával annyit megér egy gondolatot, mindenképpen megér, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, változtatni kell.